hogy legyen egy közös európai vélemény, pontosan az, amit a franciák egyébként állandóan hangsúlyoznak, hogy Macron elnök ugye ismert 2017 szeptemberében az úgynevezett szorban beszéde, azóta gyakorlatilag az európai szuverenitásról beszél állandóan, arról, hogy miért, miért lenne fontos, hogy Európa egyfajta önállóságra szert tegyen a világhatalmi szférában, és ugye ebből a szempontból nagyon fontos, és ő hangsúlyozza leginkább, hogy egy hangon tudjon beszélni Európa a külvilág felé. Üdvözlöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött nagyon Atán itt a Média Műhely, a mai vendégünk pedig dr. Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Üdvözlöm. Jó napot kívánok. mai témánk pedig Franciaország. Kezdetben indítsunk az orosz-ukrán háborútól. Ugye Franciaország bejelentett, vagy küld az ukránoknak lökler típusú harckocsit, és nem zárja ki azt se, hogy repülőgépeket fog később küldeni. Mit gondol erről? Mi lehet a következő a repülőgépek után? Egyáltalán a, mi a Franciaország, mi Franciaország közvéleményének a véleményéről? De a francia közvéleménnyel talán másod lépésben foglalkoznék, első körben ugye a francia lépésekkel foglalkoznék. hogy az ukrán, ukrán váság kapcsán Franciaország nagyon erőteljesen lemaradt eredetileg a fegyverek területén. Nagyon óvatos volt Franciaország a fegyverek biztosítása területén egészen 2023. januárjáig, amikor valóban bejelentették, hogy bizonyos harckocsi egységet hajlandóak átadni Ukrajnának. Ugye ennek ez folyamatban van, de ezekről azt, azt kell tudnunk, hogy ez egy könnyebb páncélzatú járművek, és ezek igazából kifutóba lévő francia katonai tehát eszközök. Tehát bizonyos fog igazi a készletkisöprés is benne van nem a történetben. Ugye Franciaország eddig egyébként közel 7,5 milliárd euróval támogatta az ukrán, Ukrajnát. Ennek a nagy része katonai támogatás volt. Ugye ezek között a legfontosabb katonai elem nem is annyira a harckocsi, nem sokkal inkább a Cézár ágyuk, amelyek darabonként is több mint 5 millió euróba kerülnek, és ugye ez egy, ez egy nagyon nagy hatótámosságú ágyúrendszer, ami gyakorlatilag az egyik legmodernebb ma a világon, amit, amit, amiből 30-at felajánlottak Ukrajnának, ebből már gyakorlatilag meg is érkezett a, a nagy része. Ukrajnába használják is, tehát valójában, és ugye a másik kérdés, amit föltett, ugye a repülőgép kérdés, azt is Macron elnök jelezte, hogy ő hajlandó ezt végiggondolni. gondolni. Ugye Franciaország a hadipara jelentős mennyiségű harci repülőgépet állít el, ugye a Rafaelról nem is kell itt körsebben megemlékezni, mindenki tudja, hogy ezek ugye a francia adászgépek, de valójában jelen pillanatban csak elemzés alatt áll, hogy mennyiben segíteni Ukrajnát egy egyáltalán egy hadi, egy ilyen jellegű ö, átadás, vagy esetleges gépeknek az átadása, már mint repülőgépeknek. Ugye nagyon sok kérdés merül föl már a harckocsi kapcsán is, meg a repülőgépek kapcsán is. Ugye ezek nem olyan eszközök, amiket egyszer csak odadunk, és akkor rögtön használunk, hanem ez megfelelő képzést, kiképzést kell kapniuk a pilótáknak. Egyébként Franciaország most elindított egy olyan programot, amelyet Lengyelországban ukrán ö, ö, katonatiszteknek a kiképzését végzi, ami egyébként többek között az ezen eszközök nek a használatára is lehetőséget biztosít. Tehát valójában egyre inkább teljes mielszélességgel áll ki Ukrajna mellett. Franciaország ez azért fontos megjegyezni, hiszen sokat vádolták korábban a Macron elnököt, hogy ő megpróbál Oroszország felé is továbbra is nyitott maradni. Egyébként ez a teljes elzárkózás nincsen meg francia részről, annak ellenére, hogy a szankciókat is megszavazzák, és így tovább. Ugye Franciaország sokkal kevésbé is érintett például energetikai problémákat érintően, mint mondjuk Magyarország. Oroszország vonatkozásában, hogy 20% körül van egyébként az orosz olaj, kö, földgáz, amely ugye használatra kerül Franciaországban. Ugye ott vannak a tengerpartok, tehát ez is lehetőséget biztosít sokkal távol, több, tehát az energia beszerzése szempontjából. De nyilvánvaló, hogy orosz Oroszország, mint nukleáris nagyhatalom, más nukleáris nagyhatalmak felé is egyfajta felelősséggel tartozik. Tehát ennek következtében a teljesen a kapu bezárása nem történik Oroszország felé, annak ellenére, hogy egyértelműen Ukrajna mellett támakron. Ugye a társadalom többsége egyébként támogatja Macronnak ezt az ukrán oldalon álló politikáját. Valójában a francia társadalom ezen a területen, igazából, mint hogy egyébként szerintem a teljes európai társadalom, nem csupán Magyarország, de teljes európai társadalom, a lehető leghamarabb a háború befejeződését kívánja, és hogyha ehhez hozzájárulnak az, annak a lehetősége, hogy mondjuk Ukrajna támogatásával ebben valahogy ez megoldódhat, akkor ezt pozitívnak értékelik. Ez úgy persze elemzőként nagy kérdés, hogy ezek a különböző fegyvertámogatások milyen módon tudják a háború kimenetelét pozitívan, negatívan, és kinek a javára eldönteni. A háború elején sok szó esett arról, hogy Macron beszélgetett Putyin a telefonon, ilyen fórumokon. Ön szerint Franciaország képes lehet -e egy ilyen békítő válni a két fél között, Ukrajna és Oroszország között? Ugye ez volt a fő célja a Macronnak, Macron elnök. Ugye Franciaország eleve egy, hát egy középhatalom jelen pillanatban a világban, de hát mégiscsak korábbi nagyhatalmi, la grandeur, ugye nagyhatalmi ambíciókkal rendelkezett, és ugye Macron elnök szerette volna, hogyha egyfajta ilyen közvetítőként tudna fellépni, hát az orosz-ukrán válság kapcsán is, ugye ezt meg is tette korábban, nem ő csak, hanem már elődjei is, ugye ne feledkezzünk meg a Krémfélszigetnek az ügyéről, már 2014 óta ugye a német-francia együttműködés keretében ugye zajlottak tárgyalások az oroszokkal, ukránokkal próbál váltani, a német, francia tengely, ha szabad így fogalmazni, közvetíteni. Ezen a területen sajnos ez, ez úgy tűnik, hogy nem ö, váltotta be az ígéreteket. Illetőleg hát az is nyilvánvaló, hogy Franciaország számára egy nagy pofon idézőjelbe, vagy nehézség, hogy igazából egyértelműen látszik, hogy az ukrán orosz válság kapcsán az Egyesült Államoknak van igazából jelentős szava ebben az adott történetben. Ugye elsősorban a NATO keretei között az Egyesült Államok irányítja a, a a főbb ö, döntéseket, és hát ugye Franciaország ebben a, szemből a szempontból ö, hát csak egy mellékjátékos tud lenni. Tehát Macron ezt elég hamar felmérte, és ennek következtében inkább az Ukrán és a transzatlanti kapcsolatok erősítését látja megoldási lehetőségnek. Annak ellenére, hogy mondom továbbra is van egyfajta nyitottság az orosz fél felé, de hát ö, mivel onnan nem érkezik olyan jellegű impulzus, amely lehetőséget biztosítani egy tovább tárgyalások elindítására, így valójában konkrét cselekedeteket nem nagyon tud bevezetni a francia fél sem arra vonatkozó, hogy ezek a béketárgyalások elinduljanak. Januárban Scholz és Macron is találkozott Zelenszkijel. Itt kielentették azt, hogy Ukrajna számíthat Európára, és ugye Macron azt mondta, hogy Franciaországra is. És ugye jött a kritika meloni hogy miért csak Olaf Scholz és Macron volt az, akik ezt így kielentették, miért nem hívták meg a többi tagállamot? Ön hogy látja ezt a kérdést? Hát igen, ez egy nagy kérdés. Az ugye a francia-német együttműködésnek a nagy kérdése. Ugye tudjuk, hogy tavaly ősszel 2022-ben az a hír járta át a, a különböző hírcsatornákat, hogy a német-francia tengely valójában egyre kevésbé működik. Ugye nagyon sok területen Németország és Franciaország nem ért egyet, ez mindig is így volt egyébként, amióta a világ világ, de ami nagy dolog a francia-német együttműködésben az, hogy ezeknek a, ezeken túl tudnak lépni, kompromisszumokat tudnak találni, ami általában később az Európai Unió működésére is meghatározó. Nyilván ennek a változás, ez emögött egy nagy változás is van azért az elmúlt évtizedekben, hiszen európai, az Európai Unió már nem a, abból a hatókból áll, mint 1950-es, 60-as években, hanem már egy nagy 27 országból álló ö, csoport ami ugye a német-francia együttműködés szempontjából is érdekes, hiszen egyre inkább nyilván megmarad ez a tengely, de egyre inkább a befolyása azért szűkül. Más nagyhatalmak, vagy más középhatalmak, európai hatalmak, Olaszország, Spanyolország, de akár a közép-európai régióból Lengyelország is szeretné hallatni a hangját, és szeretne befolyást gyakorolni. Ugye ebből a szempontból Magyarország számára is érdekes módon, mondjuk például a vényegyes együttműködés bizonyos fokú hatást tud gyakorolni az Európai Unió működését tekintve. Viszont ugye most itt az elmúlt héten ez a találkozó, ahol Zelenski és Macron és holz találkozott Párizsban, ez ugye nem csak Melóni esetében, de általában az európai vezetőket is egy kicsit irritálta, abból a szempontból, hogy miért kell a francia és a német tengelyt ezen a területen ennyire erőltetni holott más országoknak is van véleménye erről, is, akkor legyen egy közös európai vélemény. Pontosan az, amit a franciák egyébként állandóan hangsúlyoznak, hogy Macron elnök ugye ismert 2017. szeptemberében az úgynevezett szorban beszéde, azóta gyakorlatilag az európai szuverenitásról beszél állandóan, arról, hogy miért, miért, lenne fontos, hogy Európa egyfajta önállóságra szert tegyen a világhatalmi szférában, és ugye ebből a szempontból nagyon fontos, és ő hangsúlyozza leginkább, hogy egy hangon tudjon beszélni Európa a kül Világ felé. Na most ebből a szempontból ez egy diszomás hang volt valóban, hogy ő Franciaország és Németország külön is beszélgetett az ukrán elnökkel. Ugye ez elsősorban egyébként Macronnak azért is volt fontos, részben a német-francia kapcsolatok erősítése szempontjából, ne felejtsük el, hogy 60 évvel ezelőtt, 1963. január 22-én volt az Elizé szerződés, amelyel ugye Konrad Adenauer és Charles de Gaulle annak idején elindította ezt az együttműködést intézményes formában is. Tehát ennek a megerősítése is célja volt, illetve az, hogy meg, hát, hogy valójában biztosítsa az ukrán elnököt, hogy valóban az ő pártjánál őt támogatja. Említette az európai szuverenitást Macron politikájába. Mi az ő elképzelés erről? Hogyan képzél a szuverén Európát? Hát ugye a szuverén Európa számára mindenképpen azt jelenteni, hogy a közös európai, hát eddig is működő, többé-kevésbé működő területeken, külpolitika, külgazdaság, egyéb területeken az Európai Unió egyfajta önállóságra tegyen szert. Úgy véli a francia politika, egyébként véleményem szerint ő helyesen, hogy egyre nagyobb a hatása van a világ nagyhatalmainak Európára, gondolok itt ez Egyesült Államokra, Krénára, akár Oroszországra, hogy ezek a, a, a nemzetközi világ, nemzetközi nagy aktorai valójában ebben szemben már az Európai Unió csak ha együttesen lép fel, tud bármit is elérni a saját érdekei érdekében. A legnagyobb probléma azonban itt az, hogy igazából az Európai Unió egy nagyfokú ö, az érdekegyesítés, vagy érdekegyeztetés, ez nem egy egyszerű történet, hiszen nem mindig ugyanazok az érdekek ö, ö, vannak egy észak-európai, egy európai egy kelet és egy nyugat-európai államnak. Ennek következtében ezek az érdekegyesítések gyakorlatilag elég nehézkesek, akár már a német-francia viszonyban is. Ugye a legfrissebb esemény ebből a szempontból az volt, amikor ugye a francia, franciákat nagyon mélységesen negatívan érintette, hogy Scholz kancellán ugye elment Kínába külön tárgyalni a kínai gazdasági körökkel, Németországot ebből a jelenlegi gazdasági nehézségekből kisegítse. Tehát ilyen típusú Tárgyalásoknak a megelőzését kívánná Macron. Azt szeretné, hogyha egy közös megállapodás lenne olyan típusú területeken, többek között van a gazdaság, az iparfejlesztés, a a környezetvédelem területén, amely valójában Európát visszahelyezni a térképre a nemzetközi világban, de ehhez csak együttesen van lehetőség véleménye szerint. És úgy gondolom, Macron azért úgy képzeli ezt, mint egy francia ország által vezetett Európát, ugyanakkor gazdaságilag a legjelentősebb hatalom jelenleg Európában Németország. Hogyan gondolja Macron azt, hogy hogyan tudná ő vezetni, vagy egy francia ország vezetni Európát? Hát ez, ez egy nagyon fontos kérdés, amit itt említett, hiszen valóban a francia vonatkozásban, a francia gondolkodásban Európa valójában a meghosszabbított keze Franciaországnak. Tehát a francia külpolitika valójában mindig is úgy próbált, mozogni, hogy az Európai Unión keresztül a francia érdekek jobban ért tudjanak érvényesülni. Ma már ez egyre nehezebbé válik, különösen is azért, amit ön is említett, hiszen Franciaország sem gazdaságilag, talán katonailag még az egyik legerősebb hatalma Európának, de nyilvánvalóan a világ nagyhatalmai között azért már így sem számottevő az a katonai hatalom se olyan méretű, mint ami, ami korábban volt. Úgyhogy igazából Franciaország ebből a szempontból valójában háttérbe szorul itt ebben a, a, a kérdésben, és Macron elnök hiába szeretné ezt a, erőltetni, ezt a francia vezetést, ez egyre kevésbé valósulhat meg, hiszen gazdaságilag elég jelentős problémákkal küzdködik Franciaország. Ezek közé tartozik többek között az, hogy a Valójában az a adósság, az államadósság a Franciaország rendkívül magas, ezt a Covid-válság tovább erősítette. Ugye a válság kapcsán egészen ugye hatalmas méreteket ölt, ugye a GDP arányosan a, a, az államadóssága az országnak ami azt jelenti, hogy közel 110-112 százalék körül van GDP arányosan az adósság, ez egy hatalmas összeg, amit folyamatosan görget maga előtt Franciaország, maga az államháztartás sincsen gyakorlatilag 1975 óta egyensúlyban, tehát azt is látható, hogy sokkal tov tovább nyúlunk a takarónál Franciaországban, tehát sokkal több a kiadás, mint a, a bevétel, és hát ez egyre rosszabb bizonyos fokig, mert ugye az elipartalanodás is megjelent Franciaországban egyre nyilvánvalóban, illetőleg hát a jóléti társadalom feltartására egyre, egyre drasztikusabb lépéseket kell tenni, ugye ennek egyik elem, ami most zajlik is, ugye a nyugdíjreformnak a, a megvalósítása, valójában modernizálni kell az adminisztrációt, a, a kiadásoknak a, a kérdését redukálni kell Franciaországban, de hát ez egy borzasztó nagy kérdés, hiszen a franciák azok bármi változtatás történik, egy, egy kicsit reform történik, akkor már is az utcára vonulnak. Milyen, a, milyen francia ország és az Egyesült Államok viszonya? Ugye gondolok itt arra, hogy arról beszélünk, hogy Macron egy független Európát akar, de hát nyilván az Egyesült Államoknak ez nem érdekel. Milyen kapcsolatában így Macron és Biden? Hát valójában a francia-amerikai kapcsolatok a kezdetek óta mindig egyszerre barátiak és egyszerre ellenségesek. Ez egy furcsa hangzik, teljesen ellentmondásos ez a kapcsolatrendszer. Nyilvánvalóan Franciaország számára, illetve Macron elnök számára egyfajta megkönnyebbülés volt, amikor a az ő által a különösen kevéssé kedvelt korábbi amerikai elnök, ugye Trump lekerült a, a hatalmi pozíciójából, és nagyon sok reménység fűződött Bidenhez, oda, annál is inkább, mert ugye az ő külügyminisztere, ugye francia gyökerekkel is, egyébként magyar gyökerekkel is rendelkezik, tehát úgy gondolták, hogy lesz ennek valami fajta pozitív hatása, de nagyon hamar kiderült, hogy végül is a Bideni politika, amerikai politika, külpolitika, ha, ha, ha különbözik is, de nem lényegesen sok mindenben Európát tekintve a korábbi, már akár obamától elinduló politikai folyamatoktól. Tehát valójában Franciaország egyszerre próbál egyezkedni az Egyesült Államokkal, tudja, hogy az Egyesült Államok nélkül az Európai biztonság, az európai biztonsági feltételek, nem adottak, tehát a NATO-nak a megőrzése fontos, ezelőtt emellett kiáll a francia vezetés. Ugyanakkor azonban szeretné az amerikaiakat rávenni arra, hogy egy, egy, egy folyama partnerként tekintsen az Európai Unió tagállamaira, ezek között Franciaországra is. Ennek az egyik legjobb példája most történt éppen az elmúlt napokban, amikor ugye a, a francia pénzügyminiszter és gazdasági miniszter Bruno Lömer, illetőleg a német alkancellár és gazdasági miniszter utazott Washingtonba, és próbálta rávenni az amerikai adminisztrációt arra, hogy, a, hogy az infláció letörésére elindított gazdasági programot, azt legalább egyezte. Az európai partnereikkel, mert így valójában versenytársat hoznak létre az Egyesült Államokban, és hát látható, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ez kösebben ö, még csak kiseverte a, az információs biztosítékot, tehát gyakorlatilag nagyon minimálisan foglalkoztak ebből a kérdéssel. Tehát ez jól mutatja azt, hogy van egyfajta akarat arra vonatkozóan, hogy az amerikaiaknak a érdekképviseletében valahol legyen benne az európai ellenérdek is. Tehát Franciaország előteljesen hangsúlyozza a saját érdekeinek a fontosságát, ugyanakkor abban is természetesen teljesen látható, hogy az Egyesült Államoknak a világhatalmi pozíciójával szemben Franciaország azért még csak egy kis játékos, és ennek tudatában van Franciaország. De ennek ellenére próbálkozik a maximumig elmenni. Egy olyan kis országnak, mint Magyarország, milyen jövője lehet egy Macron által a vizionált független Európában? Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye minden bizony a Magyarország számára nagyon sok olyan közös érdek van, ami Franciaország számára is érdek, főleg között egyébként a gazdasági terület egy ilyen terület. Nyilvánvalóan a külpolitikai területeken is számos olyan területet tudnánk megnevezni, ahol jó, ha az európai francia külpolitikában is hát, prioritást élvező témakörök európai szintre emelkednek. Ugye újdonságnak számít, de Macron elnök Ugye 2017 óta a korábbi elutasítással ellentétben először Franciaország például a Balkán irányába történő bővítéseket is maximálisan támogatja. Ez azért fontos, hiszen Magyarországnak ez is egyik prioritása. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan területet találnánk, amely közös, ugyanígy a fegyverkezés területe, a katonai kérdésekben is Franciaországnak a az jelenlegi víziói nagyon közel állnak Magyarországhoz. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan pont van, talán sokkal, sokkal több olyan pont van, mint ami talán egymással szembeállítja ezt a két országot. Ennek következtében egy francia vezetésű Európa nem feltétlenül lenne nekünk egy hátrányos elem, főleg úgy, hogyha ez a francia vezetésű Európa, ahogy ő próbálja magát állítani, egyfajta ilyen demokratikus módon működne, ahol az egyes tagállamoknak a különböző helyi érdekeit is figyelembe vennék. Ugye Macron elnök hangsúlyozta, hogy a szubszidiaritás elvét ezt mindenképpen továbbra is fenntartaná, tehát hogy nyilvánvalóan ezt előtérbe tartja, ugye az Európai Unióban a Maastrichti szerződés óta ez jelen van, hogy ezt, ezt, ezt is erősen hangsúlyozná, Ugye nagy esélye természetesen nem nagyon van, hogy Franciaország egy az egybe saját maga irányítsa ezt az uniót, úgyhogy így igazából ez egy fiktív feltevés. Macron bejelentette, hogy a francia hadi költségvetést ez egy harmadával megemelik. Ön hogy látja, milyen kiadások lehetnek most, miért most? Ugye ez egy kicsit ilyen álnaív kérdés, hogy miért pont most, de hogy mi a francia tervezzel? Ja, igen, Franciaország az elmúlt ö, gyakorlatilag tíz évben folyamatosan növeli a katonai kiadásokat, de különösen 2017 óta megnövekedett a katonai kiadásoknak a, a jelentősége. Ugye ez azt jelenti, hogy ö, ugye a Franciaországban 1960-tól kezdve gyakorlatilag ö, hosszú tíz évekre előre vetíthető stratégiát dolgoznak ki. Ugye ezek a különböző stratégiákhoz különböző pénzügyi feltételeket is biztosítanak. Ugye jelen pillanatban a 2023-as évre tényleg egy jelentős emelkedést láthatunk, ez kb. 400, több mint 400 milliárd eurós támogatást biztosítani a, a francia hadseregnek, ez egy hatalmas szám. Ugyanakkor abban azonban azt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy új ciklushoz érkezik, egy új stratégiai ciklus indul el majd ebben az évben, 2023-ban alakítják ki egészen 2035-ig az új stratégiájukat, ma jár le, most jár le idén az előző stratégiai évkör, és ehhez kapcsolódóan ugye mindenképpen a hadiparnak a Feltámasztása, illetve megerősítése az egyik fő cél. Ugye ez azt jelenti, hogy az eszközöknek a leváltása felfrissítése, illetve hát az új kihívásoknak a, hoz való alkalmazkodás. Most lesz egyébként ebben a félében az egyik az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb katonai hadmű, hadgyakorlata Franciaországban, most indítják Február közepétől három csoportban fogják ezt végezni a tavasz folyamán, több mint 20 ezer francia katona fog részt venni rajta, ez ilyen mértékű hagyakorlatra nem volt precedens nagyon régóta, tehát ez is mutatja, hogy egyfajta alkalmassá akarják tenni a francia hadsereget ütőképessé, illetve hát az ukrán válságnak a hatására nagyon sok olyan új tényező került elő, amely, amely ugye azt mutatja, hogy változtatni kell Bizonyos dolgokon, és az is nyilvánvaló, hogy látszik, hogy például Közép-Európában, például Lengyelországban nagyon nagy mértékben megnövekedett a katonai erő, és hát Franciaország korábbi katonai erejéhez képest is, ha a személyre bontjuk, akkor Franciaország már nem tartozik a legerősebbek közé, már a csak a létszám tekintetében, tehát tehát létszámnövelést is kívánna a francia hadsereg létrehozni bizonyos fokig, ugye jelen pillanatban kb. egy olyan 250 ezer katona szolgál Franciaországban, és hát ne felejtsük el, hogy Franciaország mégiscsak egy nem csak európai, hanem globális katonai szereplő is, nem csak a NATO keretei között, nem csak az Európai Unió keretei között, hanem saját maga szerződéses úton is az Egyesült Afrikában, közelkeleten, illetőleg az Ázsiai-Térsfélen is játszik idézőjelben. Tehát ezeknek a, a külső úgynevezett operation exterior, az OPEX, tehát külső a Franciaországon kívüli területeken zajló katonai folyamatokban is részt vesz, és katonákat küld. Ugye ebből a szempontból nagyon érdekes a Csendes óceán vidéke, ahol jelentős a francia katonai jelenlét, különösen ugye az ott tartózkodó, ott lévő francia felhatóságú szigeteken, ugye Új-Kaledónia és itt tovább területek miatt. Ez a kínai-amerikai szemben állás szempontjából is érdekes, hiszen ott van, ott Franciaország ott is ott van. Tehát ezeknek a fejlesztésére, az új technológiák biztosítására próbál Franciaország jelentős összegeket áldozni, annak érdekében a saját hadserege a lehető legmodernebb maradjon Európán belül, ami nem csak Franciaország számára, hanem az Európai Unió számára is egy jelentős dolog. Mit tette a tüntetéseket, amik most vannak. Az elmúlt pár napban hát felkelt Franciaország nép és kivonult az utcára a nyugdíjreform miatt, amit ugye 62 64 évre akarják felemelni a nyugdíjkorhatárt. Miért pont most csinálják ezt a reformot, és mit gondol erről a nép, azon kívül, hogy kimegy az utcára, milyen a közvélemény, gondolok itt arra, hogy nyilván nem mindenki megy ki az utcára, illetve nem is mindenki ellenzi ezt a törvénykezdeményezést. Így van, tehát igazából a reform, reformja, a nyugdíjreform, az gyakorlatilag most már évtizedek óta az egyik fő kérdése Franciaországnak, mindig az alsó harmadában az Európai Uniós országok között azoknak, aki a, tehát a, a, nyugdíjba vonulási időpontot tekintve, de nagyon fontos, hogy ez a, ez a törvénymódosítás, vagy legalábbis reform, ez gyakorlatilag Emmanuel Macronnak egy régi ígérete volt, hogy a 2017-ben, amikor megválasztották, akkor is már napi volt ez a nyugdíjreformnak a problémája. Ugyanakkor azonban a második, ugye nem régen, 2022-ben volt a Macron elnök második megválasztása, és hát ugye csak két mandátumi mód kaphat egy a francia elnök. Ennek következtében ő neki már nincs az a rizikó faktor, hogy ő, ő már nem tud újra vála nem lesz újra választva, hiszen nem is lehet újra választva. Ezért számára most itt a lehetőség, hogy ezt a reformot végrehajtsa, kisebb, tehát a lehető legkisebb negatív hatások mellett. Ugyanakkor azonban nyilván az ő neki azért még egy fiatal politikus, tehát azért az ő karrieres szempontjából azért nem mindegy, hogy hogyan zajlik le ez a nyugdíjreform történet. Maga a francia társadalom mindig is nagyon ellenezte a nyugdíjreformot abból a szempontból, hogy mindig úgy értékelte, hogy egyre többet kell dolgozni, holott ennek nincs semmi rétjogúsultsága, úgy általában az ezt ellenzők körében az merül fel, hogy nagyon sok a gazdag ember, akkor azokat kell jobban megadóztatni, és akkor ez a nyugdíjrendszer ez fent tud maradni hosszabban, hiszen a reformnak a fő lényege az, hogy a nyugdíjrendszer jelenlegi formájában nem tudja fenntartani önmagát, és ugye ezt mindenképpen meg kell változtatni. Ja, a lakosságnak egyébként több mint 60%-a ellenzének a nyugdíjreformnak a bevezetését, az utcára vonulás is emiatt történik, ugye a negyedik alkalommal történt most február 11-én az utolsó ilyen nagy tüntetés, és ugye hát a szokásostól eltérően viszonylag nagy támogatottságot élvez ez a, az ellenállás, amelyet ugye a szakszervezetek szerveznek részben, illetve ellenzéki pártok, ugye a, a, résztvevők létszáma, ugye Magyarország, szám, Magyarországon ezek óriási számonnak számok, de hát Franciaországban ezek azért előgé előforduló számok, ugye több mint két és fél millióra teszik csak például a február 11-én utcára vonulók számát, legalábbis a szakszervezetek, mindig a rendőrség és a szakszervezetek között óriási számkülönbség van, ugye azok meg a rendőrség az maximum egy millióra tette az egész országban tüntetők számát, de azért az mutatja azt, hogy jelentős, jelentős a szembenállás és jelentős a felháborodás ezzel a törvénytervezettel vagy ezzel a reforma kapcsolatban. Úgyhogy hát igazából ez a folyamat, ez most tavasszal kell, hogy végbe menjen. Ugye a, a, a kormányzat megpróbál a lehető legtrükkösebb módon, ö, megpróbálja azt az alkotmány minden pontját kihasználva, hogy lehetőség szerint ez a törvény ha nem is szavazás útján, de egy, egyfajta rendeleti úton ö, akár ö, bevezetésre kerüljön. Hogy ennek milyen ö, forradalmi hatásai lehetnek később, ez nagy kérdés, hiszen a francia társadalmi id után tényleg olyan ellenállásba áll bele, ugye jelen pillanatban csak napok, Állították le a forgalmat, meg mindent a tüntetők. De most már március 7-től egy olyan tüntetési hullámot szeretnének elindítani, amely ugye napokra megbéníthatja a, Fran a, Fran a Franciaországot. Gyakorlatilag, ha ez így bevezetésre kerül, akkor nem kizárt, hogy a kormány kénytelen lesz hátra arcot csinálni, vagy legalábbis félig meddig meghátrálni. Jelen pillanatban nincs erre semmiféle tervük, hogy visszalépjenek, de nem kizárt, hiszen gyakorlatilag az összes ellenzéki pártból egyedül csak a, a republikánus párt, a jobb -közép pártnak a jelentős részek támogatja a nemzetgyűlésben, meg a parlamentben ezt a reformot, viszont ott is azért vannak megosztottságok, de az ellenzéke egy az egyben, a többi ellenzéki párt egyértelműen ellenzi ezt, tehát több mint 20 ezer módosító intitványt adtak be csak a nemzetgyűlésbe ezzel a reformtervezettel szemben, tehát gyakorlatilag teljes a teljes, a, a, tehát parlamenti szinten eléggé nagy a bolykot is, a boly, ott is nagy a bolykot erre vonatkozóan. Az elmúlt évek legemlékezetesebb hát tüntetés, hogy a sárga köthető, ők jelen vannak az utcákon? Igen, ugye ez a 2018-ban kirobban tüntetés ö, sorozat, amelyet aztán sikerült időben lefékezni a francia vezetésnek. Ez a sárga mozgalom, ez tulajdonképpen továbbra is jelen van. Ugye ez a, a kisebb városok a alsó középrétegeknek az elszegényedéséből adódó tüntetés hullám volt annak idején, amire aztán később ráültek különböző radikális szervezetek is. Ez a csoport, ez természetesen jelen van továbbra is az utcán, aki teheti, ezt messze meg meg ellenzi, hiszen általában ez az a csoport, akik a leghosszabban dolgoznak, hogy elérjék a nyugdíjkorhatárt, tehát nyilvánvalóan ők is ebbe a csoporthoz csatlakoznak zömében. Említette, hogy a republikánusokat leszámítva senki nem támogatja ezt az, a törvényreformot. Hogyan próbál az ellenzék profitálni ebből az egész tüntetés hullámból? Ők is kint vannak az utcán, vagy ők inkább a háttérben tevékenykednek? Hát ugye a, a francia jelenlegi ellenzék az egy eléggé heterogén ö, történet. Ugye először is vannak a baloldali pártok, amelyek ö, ugye 2022-ben annak érdekében, hogy a parlamentbe bejussanak, egyfajta koalíciót kötöttek. Ö, a legszélsőségesebb, radikálisabb baloldaltól a, a, a bal közép nagyjából. Ez a csoport elég megosztottan, de az utcán van nagyjából mindenki, talán a zöldeket leszámítva azokból, a zöld pártból, ugye abból kevesebben, de a többi pártból nagyjából mindenki az utcára vonul, ezzel egyfajta biztosítja a saját szavazóbázisát, hogy ő, ő valóban ellenáll ezen a reformtervezettel szemben. Ezzel szemben viszont a másik ellenzéki oldal, ugye a radikális jobb oldalon, Ja, Marin Löpernek a nevét szoktuk leginkább ismerni az ő vezetéséhez az, az ő hozzá kapcsolódó pártban. Viszont ö, ők nem hívják föl a pártagjaikat és a támogatóikat, hogy utcára vonuljanak, viszont egyértelműen a parlamenti keretek között ellenzik ennek a reformnak a, a, a létrehozását. Ők is ö, számos módosítóindítványal próbálkoznak, illetve nagyon ügyesen megpróbálnak a háttérbe maradni. Ez abból szempontból ügyes, hogy az ő politikai céljaik így minden bizonyal kevésbé sérülnek, mint akár más túlsúlyosan exponál, magát exponáló politikai párt. Ja, ezen kívül ugye ott vannak a jobb közép párt még, ami külön jelentősebb frakcióval jelen, van jelen a parlamentben mármint a nemzetgyűlésben, ugye ez a republikánus párt, ott viszont elég komoly a megosztottság, hiszen a egyes csoportok támogatják, hiszen maga a republikánus párt programjában nem 62, 63, 64, hanem 65 év is előfordult, tehát elég furcsán néznek ki, a 64-et nem támogatnák, tehát önmagukat járatnák le. Ennek ellenére vannak olyan csoportok, akik ugye ellenzik, ez Macron elnökkel való szembenállás okán ezt a, ezt a, törvénytervezetet. Tehát ott is, ott is egyfajta ilyen megosztottság alakult ki. Egyébként meg kell jegyeznem, hogy magán a, a kormánypártokon belül is, mert ugye azok is több pártból áll valójában össze a Macron mögötti tábor. Azon belül is azért vannak diszonáns hangok a reformtervezettel kapcsolatban, úgyhogy nem véletlen, hogy a elnök, illetve a miniszterelnök is rendszeresen próbálja összefogni a saját táborát is, hogy egységesen lépjenek fel ebben a kérdésben. Valójában azonban azt kell látnunk, hogy ha megnézzük gazdaságilag is teljesen higgadt fejjel ezt a történetet, akkor nem nagyon van megoldás más, mint egy reformtervezet elfogadása annak érdekében, hogy ez a nyugdíjrendszer tényleg fent tudja maradni olyan formában, vagy legalább olyan minőségben, mint ahogy jelen pillanatban működik Franciaországban. Említette, hogy Macron már nem indulhat újra a 2027-es francia választásokon. Mi lehet Macron terve az elnöki pozíció betöltése után? Hát ez egy, ez egy nagyon izgalmas történet, mert nagyon sokféle <laughs> dolgot lehet hallani erről a kérdésről. Ugye Macron elnöknek ö, sokszor felmerül az a szenárió, vagy lehetőség, hogy esetleg ő idő előtt föloszlatja a francia nemzetgyűlést, esetleg lemond, és akkor még valami plusz időt tud magának szerezni az elnöki pozícióban. Nem valószínű, hogy ezt az utat fogja választani, sokkal inkább ő ugye mindig is az európai témák iránt érdeklődött, tehát, mint fiatal politikus, hiszen ne felejtsük elő, még fiatal a politikai pályáján, nagyon fiatalon is került elnöki pozícióba, ugye 1977-es, tehát ö, gyakorlatilag a 40-es évek közepén egy járó politikus, akinek ugye megvan a, még a lehetőség az életel, már részén, hogy valamilyen komoly politikai pozíciót lásson el. Minden bizonyan elsősorban európai Pozícióra törekedne, várhatóan ugye 2027 után minden bizonyal, vagy az Európai Bizottság elnöki pozíciója, vagy valamelyik komolyabb európai pozíció az testhez álló lenne Macron elnöknek, és hát nagyon sokan ezt rebesgetik, hogy igazából ő ezt az utat készíti elő saját maga számára is, hogy ő egy megválasztott európai vezető lehessen továbbra is. Ez volt a média műhely, köszönjük Fejeri